Több helyen bemutatták már a Gyöngyhajú lány legendája című Omega musicalt nagy sikerrel. A darab egyik főszereplője Sánta László, aki 12 éve játszik musicalekben, így közel áll hozzá az éneklés. Pozsgai Zsolt a darab rendezője volt az, aki fölkért és megkért rá, hogy ugorjak be ebbe az előadásba. Akkor egy másodpercig úgy állt a helyzet, hogy csak egy előadást kell megcsinálnom. Ennek már azt hiszem 6 éve, úgyhogy viszonylag régóta csinálom az előadást. Nagyon szeretem, mert ezek az Omega dalok fantasztikusak, úgyhogy már csak ezért is érdemes eljönni és megnézni. A musical egy főszereplővel gazdagodott, aki a legendás zenekar frontembere, a 3 éve elhunyt Kóbor Jánosnak a lánya, Kóbor Réma lett. Másfél éve csöppent a produkcióba, ezzel a szerepléssel édesapjára is emlékezik a 17 éves Kóbor Léna. Másfél éve játszom ezt a szerepet, mert akkor keresett meg a TBG Production, amikor Békefi Viktória terhes lett, és akkor mondták, hogy lesz egy ilyen casting, és akkor mondták, hogy mindenképpen jöjjek el, próbáljam meg, hát ha sikerül, és akkor szerencsére sikerült, és utána volt egy 2 hónapos próba folyamat, és májusban volt az első előadás, és akkor azóta már rengeteg előadáson vagyunk túl, és imádom játszani ezt a darabot. A producer Vona Tibor azt tapasztalja, hogy egészen a 20 év körüli korosztályt is magával ragadja az előadás, hiszen ismerik a dalokat, és persze az együttest is. Olyan 22-23 éves korig le tudunk menni érdeklődés tekintetében. Sziget is például ilyen volt, amikor családostól nyáron megérkeztek, és csináltunk egy fulltáblás teltházat. Nézegettem, itt a korosztályi összetétel az 50 pluszos. Biztos vagyok benne, hogy nosztalgiázni fognak, biztos vagyok benne, hogy könnyezni fognak. Az a cél, hogy könnyezzenek, de örömükben és boldogságukban és a kellemes nosztalgikus emlékek mentén. Első szereposztással érkeztünk, nagyon nagy közönség sikeres számítunk. A technikai beállás, a beéneklés, ugye itt voltam, ez kiválóan sikerült, ezek mind olyan fontos háttérmomentumai, amit mi már látunk, hogy szellemileg nyilván nincs két egyforma előadás, de a kollégák azok annyira mennyire összefogottak. Pozsgai Zsolt pécsi születésű rendező, számos nemzetközi díj nyertese. Nemrég az Omega egyik nagy sikerű daláról elnevezett musicalt alkotta meg. A Gyöngyhajú lány legendáját október 11-én mutatták be a pécsieknek a Lauber Dezső sportcsarnokban. Az előadásról bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című kulturális magazin műsorában értesülhetnek nézőink.